Nem számíthatott könnyű mérkőzésre az atomerőmű SA Jászberény otthonában, a JKS kiváló légiósokkal erősítette meg keretét. A Paks ellen nem volt magyar a kezdőötösben, Nelson, Rakic, Coleman, Alekszandrov és Pantelics nézett farkas szemet a piroskékekkel a feldobáskor. Az összecsapást a hazaiak kezdték jobban, 19-16-ra megnyerték az első 10 percet a sok dobást rontó ASA ellen. A koreográfia a második 10 percben is hasonló volt, Nelson és Alekszandrov vitte hátán a jássági alakulatot. A nagyszünetben 44-38 állt a táblán. A térfélcsere után szigorított védekezésén az atom és a piroskékek megtalálták dobóformájukat is. Evans és Eilingsfeld révén előbb egalizált, majd a vezetést is átvette a Paks. Ezt az etapot a Sekulovics legények 29-17-re nyerték. De a negyedik negyedben volt válasza a JKS-ének, légiósainak köszönhetően a hajrára már ők fordultak előnnyel. Az utolsó dobást Trajkovszki engedte el, a labda lejött a gyűrűről, így a vendéglátó egyetlen ponttal jobbnak bizonyult. A végeredmény JP Autó Jászberényi KS-e, atomerőmű SE 91-90. Azt jelzett, hogy amikor átvettük a vezetést, ott a második fél időben is megléptünk egy 8 ponttal, ott nem tudtuk még egy kicsit megnyomni, és kaptunk egy-két könnyű kosarat, elég látványosat ráadásul, ami mindig egy kicsit felspanolja a másik csapatot. Úgyhogy sajnos szerintem ott vesztettük el. Sok hiba volt, mindkét oldalon. Most mondtam fiúknak öltözőben, hogy mindkét oldalon rengeteg könnyű pont. Mindkét csapat adott rengeteg könnyű pont. Mi első felőtől vezetünk 10 pont, utána Paks is vezet 10 pont, de végén szerintem szerencsebb voltunk végén, és ez nagyon fontos nekünk győzelemben.